Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeretnék beszámolni a majáknak a kalendáriumjáról. Ez egy ősi, régi naptár, de nagyon precíz. Egy hangba áll a természettel. A maják nem csak a természetet figyelték meg, hanem azt is, hogy milyen változások vannak a csillagrendszerben, melyik visszatérő ciklus hat ránk, hat az életünkre. Ebben a naptárban van 20 hullám. Ezek a hullámok rezgéseket jelentenek. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint a mi naptárunkban a hét. Április 5-én kezdődik egy új hullám, mégpedig a 18-dik, és ez a 18. hullám április 17-éig tart. Minden hullámnál uralkodik egy égi erő. Ennél a 18. hullámnál is, mégpedig Ik. Így nevezik a maják. Ik annyit jelent lefordítva magyarra, hogy szél vagy levegő. Ennek az a jelentése, ami nem csak április 5-én hat, hanem ennek befolyása alatt állunk április 17-ig. Ez jelenthet számunkra egy fontos hírt. Tehát ezzel számolhatunk. Azon kívül ez alatt az idő alatt valami világossá válik számunkra, vagy megvan arra a lehetőség, hogy tisztázzuk a dolgokat. Nem csak a magunk életét illetően, hanem másokkal kapcsolatban is. Ez alatt az idő alatt jönnek új gondolatok, ötletek és tervek. Ez befolyásolja az életünket. Nem csak mint egy terv, hanem ez megvalósítható, és fontos, hogy ez alatt az idő alatt közöljük ezt másokkal. Tehát a kommunikáció is, mint olyan, a középpontban áll. Azon kívül, hogy itt lesznek most új ötletek, és beszédek is ezekről a gondolatokról, valami fog bennünk lelkesíteni. És mi azon fogunk elgondolkodni, hogyan tudjuk ezt megvalósítani. És ez az idő, ez az ik energia segít abban, hogy elérjük a céljainkat. A maják megfigyelték a természetet, és kapcsolatban állnak az állatvilággal. Ez alatt az idő alatt, így ik hatása alatt, a sólyom madár veszi át az uralmat. Azt mondják, hogy ez a madár, ez a madaraknak a királya. Igen, és ő gyors, megvannak a céljai, és lát mindent felülről. Persze ez minden madárnál így van, de ez azt mondja nekünk, hogy kell, hogy lássunk valamit. Nem csak az, ami a mai napon történik, hanem kell, hogy legyen egy ilyen messze tekintő látás, egy előre látó gondolat. És ezt fogjuk ez alatt az idő alatt tervezni, átélni. Ez, ami várható, vagy ezt tudjuk előnyösen az életünkben integrálni. Az ikhez, tehát ehhez az energiához,
ami összeköttetésben áll ezzel a 18. hullámmal, ez a drága kő nem más, mint topáz. Topáz segít nekünk az inspirációnál. Azon kívül erősíti az idegrendszerünket, mint gyógyító hatás. Topáz szimbolizálja a hűséget. Tehát egy szerelmi kapcsolatban, ha szeretnétek, ha a partnerotok hűséges maradjon hozzátok, akkor ajánlom nektek, hogy ez a drága kő, topáz ott mindig a közeletekben legyen. Ezt tudjátok vízzel tisztítani, és töltsétek fel a hold energiájával. Az elég, ha egyszer egy hónapba kiteszitek az éjszakán, ez a topáz hold energiáját átveszi, és összhangban állnak egymással, energetikusan tudtok ezzel dolgozni. És ez volt a videóm a Maja naptárból. Köszöntöm figyelmeteket, viszont hallásra!